A Vosinszky-Mór megyei múzeum vármegyeházi Mationi Eszter kiállító terében vagyunk. Mationi Eszter 1902-ben Szekszárdon született, és 1992-ben hunyt el. Édesapja Bezerédi Pál hívására jött Magyarországra, olasz sejemkészítési szakember volt. Anyai nagyanyja pedig Sas Erzsike, akihez Petőfi Sándor a Négyökrös Szekér című versét írta. Az első önálló kiállítása 1929-ben volt az Ernst Múzeumban, ugyanekkor volt egy csoportos kiállítás a Szekszárdon is. A korabeli kritika is felfigyelt határozott színérzékére. Alkotásait a Louvre-tól elkezdve mindkét amerikai kontinensig számos köz- és magángyűjtemény őrzi, Japánban legalább 30 műve került, ott is volt kiállítása. A munkásságát bemutató kiállítást 1981-ben a szülővárosának ajándékozott gyűjtemény teremtette meg, csak a Magyar Nemzeti Galériában 18 munkája van. A város és a környék lakói magukénak érezhetik tehát a művésznő képeit, alkotásai hozzájárulhatnak a nemzeti szemlélet ébrentartásához, a hagyományok megbecsüléséhez, és egyúttal a jelen, a jövő számára követendő példát kínálnak. Sok külföldre került műve hirdeti a magyar népviselet sokoldalúságát és színességét. A 2017-es értékvetélkedőn a Hét próbások elnevezésű csapat terjesztette fel Mationi Eszter munkásságát felvételre a megyei értéktárba. Igazából úgy jött ez az ötlet, hogy még régebben voltunk a kiállításán megnézni, és őszintén rácsodálkoztam, amikor megtudtam, hogy nincs még benne az értéktárban. Szóval innen jött az ötlet, hogy esetleg őt kéne felterjeszteni. A kiállítása amúgy megtekinthető a Vármegyeházán. Kaptunk a múzeumban egy tájékoztatót, ahol le volt írva az életrajza is, illetve az interneten kerestem még hozzá. És miután megírtam a felterjesztést, azután Eszter adta elő a versenyem. Nagyon izgultam előtte, és szerintem ez látszott is, de úgy éreztem, hogy sikerült átadni a zsűrinek úgy, ahogy ez kell. Nagyon sokat találkoztunk előtte az írásbelik miatt, és felosztottuk egymás között a feladatokat. Mindenki tudott valamit hozzátenni, és így jutottunk el a finálé. Mivel már ismertük egymást, jól ki tudtuk egészíteni a csapatot, szóval annyira nem volt bonyolult. Hát, amikor még ezek az írásbeli fordulók voltak, ott kicsit nehezebben működtünk együtt, viszont amikor már élesbe ment a helyzet élőbe, akkor jól sikerült a csapatmunka is. A találékonyság is nagyon sokat számított, hogy az eddig tanult dolgokat, hogy tudtuk felhasználni. De amiket meg kellett tanulni, azokat felosztottuk, és hát így sikerült. Onnét kaptunk támogatást a vetélkedő részéről, onnét tényleg a legnagyobb szükségünk volt rá, ugyanis a mindennapi történelem oktatásban nagyon-nagyon kevés, szinte szégyellnivalóan kevés időnk marad arra, hogy helytörténeti témákkal foglalkozunk. Annyira gazdag a tananyag, és olyan kevés időnk van, hogy a legritkábban fér bele. Ez a vetélkedő viszont éppen ezt a témát vette el, úgyhogy ezért is örültünk neki annyira, és ezért is indultunk több csapattal. Úgyhogy ez nekünk egy ilyen értelme megerősítés volt, a gyerekeknek meg szerintem leginkább abban, hogy nincsenek még általában tudatában annak, hogy milyen értékek veszik körül őket. Ez azért fölnyitotta rá a szemüket, hogyha kirándulnak valamelyre, vagy sétálnak akár csak barátaikkal, akkor lehet, hogy ez nekik már egy élmény lesz, hogy na hát erről hallottam valahol, és akkor akár tudnak egy pár dolgot is mesélni róla. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és izgalmas volt. Sokkal interaktívabb volt, mint a többi. Hát én sok olyan versenyen voltam, amikor csak le kellett ülni és megoldottunk egy feladatlapot, viszont itt sok különböző feladat volt, ami nagyon érdekessé tette az egészet. Voltak állomások egy épületen belül, és ott kellett járkálni. Volt egy lapunk, minthogyha egy ilyen labirintusszerű lenne, ahonnan ki kell jutni, és mindegyik állomáson megoldani egy feladatot, és úgy kaptunk pontot. Volt egy feladat, amikor szobabiciklin kellett tekerni, és közben a másik ember meg tollakat vitt, úgyhogy nem szabadott leesni egy kanálról, és elég érdekes feladat. Eleinte, hát finoman fogalmazok, nehezen döcögősen indult az együttműködésünk, mert sok feladat volt, szertágazó feladatok, elfelejtődött néha egy megoldásnak az időben elkészítése, hogyha nehezen indultunk be, de amikor beindult a munka, akkor én úgy vettem is, hogy összerázta őket. Talán majd most a velük való beszélgetés alatt is ez ki fog derülni, egy összeszokott klassz kis csapat vált belőlük, vannak közös élményeik, és az mindig a legfontosabb egy közösség összekovácsolása szempontjából. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és
ha az ember esetleg szeretne valamit megmutatni egy idegennek, akkor ez segít neki, és szerintem ez egy külsős, külföldi emberit is érdekelhet. Jasminnak igazából ilyen ügyességi feladatokban volt nagyobb szerepe, mint így tárgyilag, vagy nem tudom, tehát azokban jobban tudott segítségünkre lenni. Vigyileg minden tére haszna tettük, mivel nagy a szellemi tudása, illetve sportos is. Szóval, mint szellemi feladatokban, mint gyakorlatban ugyanúgy nagy segítség volt. Szerintem az Eszter főleg a szellemi feladatokban tudott segíteni, én úgy gondolom. Meg hát úgy nagyjából mindenben. A Lucának nagyon nagy szellemi tudása van, mindenre tudott valamilyen választ adni, nem volt olyan válasz, amire nem tudott volna válaszolni. Igazából elég összetett volt az egész, szóval nem konkrétan egy épületnek a múltját kellett megtanulni, vagy többnek, hanem költőket, művészeket is belevettek, és így az egész feladat nagyon színes volt. Mattioni Eszter művei a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi kiállításán tekinthetők meg, érdemes nem kihagyni.